harmadik alkalommal szerveztük meg a takarítást Baróton, Baróton önkormányzata kezdeményezésére is. Az önkormányzat 6 településen működik, ezen a 6 településen, tehát Barót mellett Vibarcfalva, Bodos, Felsőrákos, Köpec és Miklósvár területén, illetve a települések közötti útszakaszok mentén, és még néhol a patak medreket is érintve zajlott a takarítás. Gyere le, beleteszed a zsákos, akkor menjünk tovább. Itt felszertek érzünk. Volt a tavaly tavasszal, a tavaly ősszel, most tavasszal, és szeretnénk, hogyha ezt a tavaszi őszi akciót be tudnánk továbbra is tartani. A köpeciek szervezték meg pár évvel korábban, úgyhogy igazából a köpeciek példáján felbuzdulva szerveztük meg Barót város és minden hozzátartozó települését. Nem találtam a köpeciek visszatekintve úgy látom 10-12 éve, hogy igen. 10-12 éve van, hogy minden évben egyszer vagy kétszer hogy adja alkalom, de általában most az utóbbi 4-5 évben tavasszal és ősszel megtakarítjuk a falut, a temetőt is, kaszálgassuk, takarítjuk, hogy legyen szép, és az elszarmazottak, hogy ne zsínbeljenek, hogy mi itthon vagyunk, és mocskos a temető. Mert a minapból szembesültem, hogy jöttem, és egy urak idegenyek, azt mondják, hogy 3 évvel ezelőtt voltak itt Köpecen a temetőben, és nem kapta meg a dédnagyapja sírját. Ha látnám a bozóti, de azt mondták, hogy ilyen temetőt nem láttak még sehol se, ilyen mocskos temetőt. Szégyenletem, remondtam, most, no, most abban járunk, hogy minél tovább, minden évben takarítsuk, szépítsük, hogy nem szépítsük, hanem ugye tisztán tartjuk, mert ez a miénk. Az egész falut járják 5 takarító csoportra, a gyerekeket, a szülőkkel és a tanítónénivel felosztottam. Központtől egyik csoport menjen, az egyes csoport így mondtam, menjen a keresztútig, a kettes csoport menjen ki a szemetéig, Miklósvár fele, akkor a harmas csoport menjen csak a központtől fel a Köpecbánya fele, és akkor a négyes csoport menjen az Ölt irányába, való utcákba, mellékutcákba, és az ötös csoport menjen az erdő felé való utcákba. Így osztottam el, hogy mindenkinek legyen jó, és akkor mi férfiak annyian összegyűltünk az idén, hogy meglepetések, egy picivel többen, mint eddig, és most kijöttünk a temetőbe, mi nem volt szándékba, de hogy a friss növéseket az ődolba vágjuk ki, hogy lásson ezután gondját viselni az ődolnak, és hogy ne legyen csúf. Nagyon ügyesek voltatok. Köszönjük szépen. Sok szemetet gyűjtöttetek-e? Hát igen, de nem volt olyan sok. Minden évben rendesebbek lettek az emberek. Sokkal kevesebb volt tényleg. Kukucskájta ott ki úgy, mert 3 éves a legkisebb kuka szedünk. És nagyon ügyes. Nagyon, olyan szemfüles. Most jött előre. Legkettő volt a mondatot. Hát változás, kevesebb a szemét, ezt hát az első akcióban 400 zsák szemét gyűlt, tehát a 250 zsáknyi szemét az jóval kevesebb. Én őszintén szívem szerint azt reméltem, hogy még kevesebb fog összegyűlni. Sajnos azután is, a takarítások után is vannak sajnos még mindig emberek, akik eldobják, de szívemből igazán annak örvendek, hogy sikerült, mióta az iskolának új vezetésége van, egy másfajta kapcsolat alakult ki, és egy másfajta hozzáállást tapasztalunk, hál' Istennek, és ezért külön gratulálunk az iskola vezetőségnek. Soha ennyien nem voltunk, közel 500 ember vett részt a végső összesítésünk szerint, amelyből mintegy 100-on voltak felnőttek, és közel 400 gyermek, diák volt. Az iskolának a hozzájárulása volt nagyon jelentős, hiszen nem csak Baróton, hanem a többi településen is minden ott tanuló kisdiák beszállt ebbe a takarításba.
Örülünk annak, hogy a gyermekek sokkal nagyobb létszámban vesznek részt, mert a gyermekeket még lehet nevelni. Nekem meggyőződésem, régebbről tapasztaltuk azt, hogy akik gyerekek részt vesznek takarításban, az következőkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy az utcán eldobja a szemetet. A felnőtteken nagyon nehéz változtatni. Talán a gyerekek a szülőkön, nagyszülőkön még tudnak változtatni, de aki egy életen át eldobta, az a követ az utolsó 10-20 esztendejében nagyon nehezen tud megváltozni, de a fiatalok, ha ebben nőnek fel, és akkor nagyon reméljük, hogy amellett, hogy nem fogják eldobni, még reméljük, hogy még meg is szólítják a felnőtteket esetleg, vagy arra bátorítják őket, hogy ne tegyenek ilyen. Nőköt megkértük ma, tegnap egy párnak telefonáltunk, akiket tudjuk, ismárjuk, hogy meg tudjuk mozgósítani, hogy ma 9 órától készítették a szendvicset, és itt jó híre, hogy Kolumbán Esztiká, ő minden évben pankról kedveskedik a csoportnak, és otthon ő ugye 4 gyerekes anya, még van egy pici pár hónapos gyermeke, de ő minden évben bevallalja, hogy a pankőt azt ő süt is. Amire megvan ez a telefon összetétel, összehangolás, ugye, hogy amire végeznek a gyerekek, az első csoport jön arra, ő is jön a pankőval, és kínálja meg ők is. Akkor szendvicset csináltak a nők, és teját főztek, és akkor ilyesmivel. Mi még, akik vannak olyanok, amelyek adományoznak, hogy nem tudnak jönni, se adnak 50 lájt, egy láda sört, azokat mi férfiak ugye elfogyasszuk, vagy most, vagy később, attól függ, hogy milyen a hangulat, hogy azután, hogy milyenek a nők, mert aztán a nők ráncigálnak haza, hogy ne igyál annyit, csak akkor. No, de ez minden évben így nagyjából megvan, hogy a munka után a fizetem feláért szóval a szórakozás az, hogy összeülünk, és beszélgetünk, és elmondjuk, ezt kéne a következőkor csinálni, és akkor így jó társaság szokott fest összegyűlni, és jó hangulatnak. Csak hova tovább, nehezebb, mert vannak olyan emberek, amelyek szóval teszik, hogy nehezek takarítnak, hogy azok is eljöhetnének, és takarítanának, de... No, nem tudom milyen okból, de nem jönnek. Hát most már az ősszel, amikor elindította a tavaly tavasszal ugye a polgármester hivatal, hogy ilyen egész erdővidéki, szóval Baród környéki takarítás van. Én úgy vettem észre, hogy hol tovább, kevesebb. Legtöbb szemét a falunk ülyel a főúton található, mert ugye jönnek ezek a úgy mondjuk, hogy Brassóból munkások, vagy valami, ha elfogyasznak a kocsiba egy üveg italt, azt kihajtsák az ablakon, vagy punga, vagy akármit, csak akkor ez így kicsit, ez itt van rossz a két falu végétől, arrafelé ott van személyt inkább több. Civil szervezeteknek, intézményeknek most már lassan kialakult, hogy kinek melyik a szektora, van, aki egy patakszakaszt, van, aki egy tópartját, van, aki a városnak egy-egy bizonyos szegeletét vállalta fel és takarítja meg, és még a két nap sem elég feltétlenül, mert ott vannak például a sportolók vagy a horgászok, akiknek szombaton foci meccsük volt, vagy éppen egy jótékonysági horgászverseny, és ők, az ők részüket például van, aki kedden, vagy van, aki a következő két héten belül valamelyik nap vállalta, hogy meg fogja takarítani. A 2021-es év folyamán voltak a polgármester hivatal által a saját munkatársainkkal megoldott személygyűjtési vagy személytele felszámoló akcióink is. Az egyik volt lent a technikatelepen, ahol óriási mennyiségű eldobott ruhát, egyéb szemetet számoltunk fel, illetve évtizedes például építkezési törmelék lerakatokat sikerült felszámolni. És egy nagyon nagy jelentős akció volt a Baróti bányánál, bent a bánya területén, valamint a Dózsatér háta mögött lévő kerülőút árkaiban, ahonnan tonna számra gyűjtöttük össze a szemetet. Ennek próbáljuk elejét venni, egyrészt, hogy kitakarítottuk, és sorompóval láttuk el a bányához vezető utat, másrészt pedig most a tavasszal kamerázni is fogjuk ezeket a területeket,
hogy lássuk, hogy pontosan kik azok, akik dobnak el, de már eddig is megtörtént, hogy lefüleltük azt, aki oda akart áldani szemetet. Rengeteg szemét van a környezetben, hihetetlen, a patakmedreink a legszemetesebbek sajnos is. Nem tudom, hogy mit lehet tenni, talán büntetések alkalmazása lenne sokkal hatékonyabb, de ehhez szerintem minden polgár sokkal öntudatosabb kellene lenni, és hogyha valakit meglátok, akkor az nem elárulás, hogyha megmondom, hogy ő tette, hanem biza nevelés arra, hogy a saját életterünket ne tegyük tönkre, hiszen ugye a saját életminőségünket rontjuk ezáltal.